milyen vidáman focisztál hajdanán. A gyermekkori pajtásaiddal az iskola udvarán. És büszkén mondtad mindenkinek, ha egyszer felnövök, én bajnok leszek a bajnokok között. És hallottam, hogy katonaként is megálltad a helyet, és kitüntetéssel szolgáltad a nemzeti őrsereget. És azt mondták, hogy te olyan vagy, hogy nem adok fel soha, és te vagy a század legjobb harcosa. Hát mi lett belőled, mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. És emlékszem, hogy panaszkodott rá a szomszédlány, hogy nagyon durván udvarolsz, de te nem hallgattál rám. És azt mondtad, hogy tisztességgel nem mész semmire, az életben csak az erősnek van helye. Mi lett belőled, mi lett belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek. Az interneten azt hívják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. A szomszéd asszony is állítja, hogy nem ismer már rá, és depressziós miattad az a drága jó anyád. Az újságok, a címlapokra nyomják a fényképeret, ugye nem igaz mind, amit róla terjesztenek.